És ahogy mondtam, tényleg most már csak jó hírekről beszélgetünk, mert hogy Diák Oszkárra jelölte a Szép alak című magyar rövidfilmet az Amerikai Filmakadémia, és a film rendezője Kishajni a vendégem, jó reggelt kívánok, illetve Egyed Brigitta a főszereplő. Hát ez egy óriási siker, gratulálok. Főleg annak fényében, hogy én azt is tudom, hogy 22 éve nem jelöltek magyar alkotást erre a díjra utoljára, illetve egyszer kaptuk meg 91-ben, azt olvastam, hogy nem is tudta, hogy jelölték, hogy ne érje csalódást. És csak azt tudta meg, hogy hát akkor ott van a siker kapujában, vagy hát már ez is nagy siker. Igen, az egyetem jelölte, és nem szóltak, mert... Nem akarták, hogy csalódjon? Hát igen, vagy? Úgy gondolták, hogy jobb, hogyha akkor tudok róla, már biztos, mert azt hiszem, hogy ez az a legrosszabb élmény, amikor úgy beléli magát az ember, és tudja, hogy nagyon közel volt, de pont az utolsó pillanatban. Azt meg tudjuk fejteni, hogy mi indokolja azt, hogy ilyen sokáig nem jelöltek erre a díjra magyar filmet? Miközben a magyar filmek ugye egyre nagyobb sikereket érnek el. Fogalmam sincs, nagyon sok minden nem múlhat ez, hogy épp milyen ott mi az, ami akkor ott annak a zsűrinek, vagy annak a válogatóbizottságnak betalál, vagy érzelmileg úgy hat rájuk, hogy úgy érzik, hogy akkor annak adnak egy esélyt. Viszont a kémia, a színésznő, illetve a rendező között azon a működött, mert hogy azt olvastam, hogy egy 3 megállónyi busz út során jött létre ez a munkakapcsolat. Ez hogy működött? Tehát, hogy leszólított a rendező, hogy akkor kellene egy filmben szerepelni? Majdnem így volt. Utaztam, Hajni utazott a buszon, és pont vele szembe volt egy hely. És leültem, és hát én szólítottam le őt. És elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy ő színművészeti egyetemen filmrendező szakos hallgató, és ő is megkérdezte, hogy ki vagy. Hát én, nekem meg van színész papírom, tényleg? És akkor mondta, hogy figyelj, vizsgafilmet kell csinálnom, vizsgafilmet kell forgatnom, van-e kedved bennem? Na, hát hogy ne? És így. De ez ilyen szokás, hogy leszólít embereket a buszon? Nem. Vagy ez valami isteni sugallat? Nem, valami isteni sugallat. Nem szoktam szólni, hogy jó, elnézést, de nagyon szeretnék önnevet. Nem, ez csak úgy jött. Tényleg, ahogy mondja, isteni sugallat valamiért. Az hogy alakul ki? Mert azt olvastam, hogy már az első éves vizsgafilmje is sikereket ért el. Ott egy férfi ápoló a főszereplő, itt egy takarítónő. Igen. És hát úgy tűnik, hogy fogalmazok finoman, tehát, hogy elég marginális társadalmi csoportból választja a főszereplőket. Ez szándékos, vagy egyszerűen két ilyen történet volt a fejében? Nem szándékos. Teljesen véletlenszerű, hogy mire esik a választás, akkor inkább ilyen megérzés útján, vagy tudatalatti működés ez, hogy mit dob a gép akkor, mi az, amire úgy érzem, hogy leginkább hangolódni tudok. És van már következő terv, mert hogy ugye ezzel a Diák Oszkárral indult annak idején mondjuk Spike Lee vagy Robert Zemeckis is, ez egy elég jó belépő akkor mondjuk a nagyobb filmek világába. Van több terv, most egyelőre még nagyon, nekem azt hiszem mindig az a legnehezebb fázis, amíg eldöntöm, hogy épp mi az, amiben elmélyüljek, mert több dolog szokott egyszerre futni, hogy mi érdekel. És... Viszont azt olvastam, hogy Brigittánál már meghozta a sikert ez a film. Egyrésztről már, hogy azt láttam, hogy Szacsvai László gratulált. Igen, mert én Szacsi bácsival még a Veszprémi Pannonvár Színházban együtt dolgozhattam, először a Szomorú Vasárnap című darabban. És Vándorfi László volt olyan bátor, hogy rám írt egy olyan szerepet, ami nincs is benne a darabban. És a Szacsvai László, csak Szacsi bácsinak hívom, ő játszott a Seres Rezsőt, én pedig az ő kis bohóc lelkét. Tehát nem is voltam élő személy, csak úgy az árnyéka vagy a kis lelke. Uh-huh. És akkor olyan jó érzés volt, hogy számomra egy ilyen nagy ember
És nem csak színház, nem csak színművészetileg, hanem mint ember is. És mondhatom azt, hogy egy ilyen csodálatos ember a barátom. És amikor Szacsibá, mert ugye kapott díjat, még akkor voltam bátor, hogy felhívjam, és úgy hív, hogy kis lelkem. És akkor most ő, igen, és most ő hívott fel, és olyan jól esett. Egyébként azt olvastam, hogy a bohóc, a clown figura az nagyon közel áll. Igen. Ez honnan jön? Miért? Onnan, hogy amikor kicsi voltam, amikor megkérdezték, hogy Brigi, mi szeretnél lenni? Akkor mindig azt mondtam, hogy bohóc. És, ezt mondják a gyerekek, csak aztán elfelejtik. De nem felejtettem el, mert én nagyon szerettem magát a bohócnak a lelkét. Mert valahogy mindig nevettet, mindig mókázik, viszont neki fáj a legjobban. Szóval olyan érdekes figura, és neki mindent szabad. Az a legszebb. A bohóc mindent megtehet, de mindig tudja, hogy mit, miért csinál. Uh-huh. És mindennek van oka, a könnyeinek is, és a mókázásnak is. A hazai közönség még nem láthatta ezt a filmet. Nagyon nagy közönség, úgy értem. Mikor láthatja legközelebb? Mert hogy ha jól olvasom, akkor talán ősszel egy fesztiválon? Remélem, hogy előtte lesz még vetítés. Ezt most az egyetemen tervezzük, hogy mikor tudnánk egy nyilvánosság előtt újra megnyitni a filmet. De hogy forgalmazó esetleg, vagy így még szélesebb plénum előtt, az még nincsen? Hát én erről sajnos még nem tudom nyilatkozni, mert még ez programom van. Hogy... És az, hogy a jelölést az beváltja, az októberben derül ki pontosan, vagy mikor? Szerintem szeptember elejéig biztosan. Uh-huh. Jó, akkor szerintem nem. Biztosan hírt fogunk adni róla, és hát akkor a szép alakot ajánljuk minden nézőnk figyelmébe. Köszönjük szépen, hogy itt voltak.